Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Nagy örökkel dolgozunk a Gonosz Swift második évaden, de van még egy régi adóságunk, el kell adni az első évadban használt autó gépház tetejét. Ezt aláírta Janklovistól Vályi Pistáig, Draskovistól Imeldáig, mindenki, aki itt volt a műsorban, és bízunk benne, hogy ezek az aláírások képviselnek olyan eszmei értéket, hogy hajlandóak vagytok rá licitálni. És az ügy jó, a cél fontos, mert hogy a Betesda gyermekkórháznak ajánlanánk fel az így befolyt összeget. Úgyhogy minden részletet megtaláltok a leírásban, itt az első kommentben a videó alatt, és kérlek licitáljatok, mert tényleg azt gondolom, hogy olyan helyre megy a pénz, ahol valóban jó helyen van. Szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, élvezzétek ezt a kis best of összeállítást, aztán, hogyha pedig képvisel nektek valamiféle eszmei értéket ez a gépháztető, vagy pedig csak szimplán szeretnétek segíteni, akkor licitáljatok rá. Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk, meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják, itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Figyelj, egy fontos dolog van, igen. A beidegződéseket engedd el. Igen, hát általában úgy vezet az ember, hogy... Legyél nyitott valami újra most. Ja. Gyárilag 60 lóerős, másnap reggel már ráférgeltem a 75 lovasnak a programját. Nyugtass meg, a 15 lóerő növekmény érezhető. Nem. Egy gyenge kezdés után egy erős visszaesés. Így van, életemnek mérhetetlenül ilyen érdekes alapgondolata. Annyira éreztem, hogy bazd meg! Ezt meg lehet is csinálni egy autón? Ezt meg lehet. Itt kiszállok a gecibe. 3, 2, 1, rajt! Oba! Mondjuk egy szervót tehettetek volna. Van benne tényleg? Aha. Igen. Először azt hiszem Hevesen, ott volt egy ilyen Kresszpark, és annak az útjain lehetett indulni Kispolszkival. Hát, hogy mondjam, amit azóta nem tudtak a szüleim róla, hogy az a kocsi versenyre megy. Jogsim ugyan már volt, de... De engedélyt nem kértél. Jaj, ne! Hoppá! Micsoda mentés! Ezzel az autóval annyi szépet lehetett volna csinálni, édesanyám! Vigyétek vissza Esztergomba a szarotokat! Azt a kurva élet! Nem volt hiba! Nem volt hiba! De minden teljesen rendeltetésszerűen zajlott! Láttam, hogy alig bírod visszafogni a kocsit. Hát meg! Ez a legjobb! 3, 2, várjál! Ó, bazd meg! Ti most... Jaj, Istenem! Jaj! Nem ez volt a beszélve. Ez a legjobb időm kétkibába. Miért mentél neki annak a két izének? Akartok ezért pénzt kapni, mert akkor nem írom alá. De egy sikertörténet fog születni ma. Hát nem gondolnám. 3, 2, 1, rajt! Jaj, tudtam, hogy valami trükk lesz, mert annyira éreztem egyébként. 3, 2, 1, rajt! Elban volt. Andris megérkezett, meglátta az autót. Egy hat klíma. Ez egy menedzser. És nagyon meglepődtem, hogy nem tudod ezt a fontos infót. Azon röhögtünk, nagyon hiszem annak idején, hogy feláras volt a kalaptartó, mint extra. Tehát a kalaptartó extra nem járt az autóhoz. Szerintem, amikor életemben először autóba ültem, az nem volt ennyire ilyen teljesen elveszett érzés. Mit kellett ehhez módosítani, hogy ez így működjön, ez a csodálatos szerkezet? A kormányoszóba tettem be tulajdonképpen egy fogaskerék, ami fordít az áttételen, és ennyi. Így összerakott 15 másodperc után, hogy senki nem aggódik,
Tehát akkor a kormány az rendeltetés szerűen működik. Sejtettem, amikor ezt a gonosz Swiftet meghallottam, sejtettem, hogy itt valami nagy baj lesz. Igazából figyelj, amikor elkezdett ez a projekt kialakulni, ez volt a munka címe, hogy gonosz Swift, hogy tudjuk, hogy hivatkozzunk rá, hogy majd kitalálunk valami jobbat. Nem találtunk jobbat. Szerintem ez az első olyan autó, amire azt mondom, teljesen egyértelműen, hogy nagyon örülök az élménynek, és nagyon örülök annak, hogy kiszállhattam belőle. Faszom, hát ez... Így átértékelődött az idő, talán nem? Jaj, baszd meg! Kicsit a könyöklőjét kirúgtad alóla! Benne vagy a top 3-ban. Azt a mindenit! És az első helyen vagy benne a top 3-ban. A gonosz visz... Mitől gonosz egyébként? Nézd már rá! Nézd már rá! Ellenkező irányba forog a kormány. Tudtuk. Dehogy is! Hívjuk a navigátort! Pedig csak tippeltem, nem tudtam. Na, ilyen még nem volt. Legközelebb oda kell figyelnünk. Egyébként az volt az a legelső terv, hogy a pedálokat is felcseréljük. De aztán úgy gondoltuk, hogy az sok lesz. Láttatok már olyan autóversenyt, ahol a prezenter ilyen békésen átsorokat a pálya közepén? Úgy írjuk itt a tizedeket, érted, mint a fotocellával mérnénk. Tehát, hogy... Nem láttalak még így lelkesen. De tényleg, nagyon jó. Közönségünk van, Áron, nézd, közönségünk van, integessenek! Ó, bazdeg! Az elején már mondta, nem értettem első, hogy mit mondott. Mondta, hogy gonosz. Mit mondtál, mi ez? A kézifék, a barátunk, benne van a facsavar? Benne. Nagyon jó. Az alaptuning. Ne, te... Anti! Nem ettől fog leesni a korona a fejünkről, menjünk! Ezt tudja. Ezt érzed, mi? Mikor lehet rajtolni? Fognak. Persze! Igen, az ott centízve volt, keményen. Nem tettem volna oda. Várj, 1.06 és 1.30, tehát ott azért elég nagy különbséget érzek. 3, 2, 1. Rajt! Fordítva működik a kormány! Ó, hogy rohadnátok meg! Nézd, Szlava meg! És mennyi a alja? 51? Alja? Hát itt 18 centi. Szeretnék óvni, mert beakad a kormány konkrétan, tehát rohadt nehéz áttekerni. Mennyi? Hogy hiba? Nem. Ne, előtte még arról szeretnék veled beszélni, hogy picceltem. Mindenhol győzni megy az ember. Ezt akartam hallani. 3, 2, 1, rajt! Beletaláltam, bazd meg. 3, 2, 1, rajt! Hogy? Ja, hogy fordítva van a kormány! Oké, okay, jó. Értékelem a rajtolást, az rendben volt. Mentél már ilyennel? Aha. Hát azt látom. Jó. Basza. Hát ugye az elsőre elég komoly volt. Kiderült, hogy ő már edzett erre. Igen, igen. Zsibészes? Zsiványom. Figyelj, ez egy stock autó. Stock autó? Ez jó zárás volt. De arra tök nyugodtan lekezelted, nem is volt semmi. Hát félj, hogy készültem arra, hogy húzzuk egy kéziféket, és turcsódult az agyamba az információ, áradat azért... és ennyi. Elnézésedet kérem. Semmi baj, már láttam a kormány, mozdod már, melyik kezdtem hátra, hogy baj lesz. De az, hogy odaálltam, ahova nem lehet neki menni. De hát én megoldottam, basszus. Hogy is van? Jó, meg lesz. Másik, nem jó. Jó lesz. Jó lesz. Végse lett, jó? Nem baj, 5 másodpercet megért, tudod?
A kurva szállatokat! Ezt jó kitaláltatok! Gyerekként huligánkodtál, vagy elmentél valahol megtanulni, vagy mi volt ez? Need for Speed-be tanultam megvezetni, meg a GTA-ba. És aztán meglett az első kocsim, az hamarabb lett meg, mint a jogsim. Az egy 316-i kompakt volt. Azt hengerfejesre vágtam meg, összetörtem egy két hét alatt. Kurvák vattok! Várjál! Elusszívott? Nem. Ja. De most ez... Jó. Ezt mintha elfelejtettek volna... hogy közölni. Húzd rá! Gyönyörű! Jó, és télben értünk volna, ha hát néztem! De fájba rajta! Azt érzem, hogy jó, akarsz Isten! Akarsz egyet pihenni? Ez kurva jó, már bocsánat, nagyon jó. Merényletre számítottam, de erre nem. Szép ennek volt. Ennek azért egy kicsit örülök. Mert még elakad a kezem! A rohadt életbe! Az arra kell menni! Aha. Látod, Dante itt van segíteni, ez nagyon jó. Na jó van, elfogadjuk, nem kéne, de elfogadjuk. Na, hogy éreztem? Utállak titeket! Szomorú, első találkozásunk után. Visszajönnek az emlékek? Sajnos. Mert általában nem az Oliver ült mellettem, hanem egy lány, és az jobb volt valahogy. Tartsd jobb oldal, az szép volt az. Szerintem pihenőre lesz szükségünk. Szia, hölgyem! 600 milliárd perc. És akkor vissza. Antti Ákos helyre, ez egyértelműen a hibája. Ez kurva jó volt. Húzd át! Az jó! Ugye, az biztos, hogy a legjobb kézifékezések ideig nálad vannak. Gecik vagytok! Jó, akkor kis Norbit még megverjük, azt megyünk haza aludni. Nem tűnik teljesen őszintének a mosolyod, azt kell, hogy mondjam. Még nem az... Volt esetleg hibád? Nem volt hibánk. Rángattam másokat a kéziféket, ez jó. Látszik a rutin. Aha, ez azt jól gondoltam. Ilyen gyors reakció még nem volt szerintem. Uh-huh. Most, és így van pénze az embernek, amikor nincs BMW. Na ez látom. Elkiabáltam, mert éppen kezdtem volna mondani, hogy egész jó úgy építkezni. Jó, most egy kicsit felmosztam magam. Oké. Okay. Igen, meg nem akarlak stresszelni, de az elején azt mondtad, hogy nyerni jössz. És ezt a nézők látni fogják. Ez van. Nem szégyen veszíteni se. Ez olyan, mint az SLR, hogy itt van kivezetve a kipufogója, hallom? Első tengelynél? Ott is. Ez ilyen perforált rendszer. Volt hiba? Csak az volt. Mennyi? Csak perceket mérjél, másodperceket már nem is kell. Sikánál meg hamarabb kezd el visszatekerni. Jó lesz még hozhatod az jó lesz, hogy de a padlónak is lukasnak kell lennie. Az is. Ez csak meg különben nem lehetne így hallani. Nálam is szerintem a helyzet. Gyorsan levetkőzhetek? Kabátot leveheted, nevetkőzle. Hogy érzed magad? Hogy tetszett? Basszátok engem, bocsánat! Ez már szinte sem hangzott egy pár szón. Innen rajtolunk a kézit, én kezelem. Miért nem húzhatom meg a kézit? Te is húzhatod, de néha én is megfogom. Gyere hozzánk, kibaszunk veled erőből.